50 évvel a halál után egy szeméről beszélni tudunk, az azt hiszem az egyik legfontosabb tényező, mert az azt jelenti, hogy még mindig az ő munkássága, az ő tettei még mindig közöttünk élnek. És bízom benne, és őt egyértelmű az, hogy nem csak ezen fog múlni, és nagyon remélem, hogy nem csak ezen fog múlni a következő generációk számára is, hogy a Kodály életmű, amely úgy, mint egy politikustól, egy karmesteren, egy zeneszerzőn, egy zenetanáron, egy olyan emberen keresztül, aki egy egész metodikát kitalált arra, hogy a népi kultúrát, a népzenét tovább örökítse és mindenki számára elérhetővé tegye, ezt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és nagyon bízom benne, hogy mi, aki a mában élünk, mindent meg tudunk tenni, és mindent tényleg megteszünk őszintén, hogy ez az örökség tovább élhessen.